Hogyan csináljuk rovatunkban, most a fugázással foglalkozunk. Fugát ma már számtalan verzióban lehet kapni, akár ha színeket nézzük, itt négyféle alapdolgot látok, és akkor azon 32-féle szín van. Most egy fahatású csempén állunk, ehhez ez milyen színű fugát érdemes választani? Hát ez a dizájn kérdése, de itt a tulajdonos azt szeretné, hogy minden jobban alkalmazkodjon a színe a csempének a színéhez, illetve a burkolónak. És akkor melyiket néztek kézzük közül? És akkor ezt a Bahama Beige típusú fugát néztek. Ez a 43-as. Így van. Akkor ez az a verzió, amikor szinte harmonizál a fuga a csempével, de vannak olyan helyzetek, amikor... Amikor kiemeljük a fugának a színét, és akkor ez úgy dizájnosabb kinézetet mutat. A fuga poranyagot az előre kimért tiszta vízbe kell szórni, és kézi keverőgéppel csomómentes, homogén masszává keverni. Egyszerre csak annyi anyagot készítsünk, amennyi 2 órán belül felhasználásra kerül. A fugázás első lépéseként akkor kiszedjük a fugakereszteket, amik ugye a távolságtartás, a hézaktartás miatt voltak betéve, és akkor mehet az anyag a résekbe. Milyenek ezek a modern fugák, Attila, azon túl, hogy ugye nagyon színesek? Hát azon túl még rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, hogy penész gátló adalékot tartalmaz, flexibilis, tehát a kültérre is alkalmazható, plusz hát óriási választék színben. És akkor el is mondtad gyakorlatilag azokat a dolgokat, ami miatt nem lehet megúszni. Így van, a fugázást, azt elég nehéz. Mert ha bemegy a víz a két csempe közé, pláne kültéren, akkor az megfagy. Beltéren viszont a penészedés is gondot okoz. Így van, és akkor ezért kell flexibilis fugákat alkalmazni a fugázáshoz. Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a fugákat teljesen tisztára kikaparjuk, és utána egyenletesen kenjük el a fugát a résekbe. Jöjjön most 3 tipp a fugázáshoz. Talán a legfontosabb a tisztaság, azaz, hogy a csempék közötti résekben ne kerüljön semmilyen szennyeződés. Szintén lényeges a szárasság, azaz, hogy ugyanezekben a résekben nedvesség se kerüljön. És a 3. pedig az egységes fugavastagság, azaz, hogy a rések szélességének és mélységének ugyanakkorának kell lennie.